Élet a töltött káposztán túl, avagy az egészséges és speciális étel is lehet olyan jó, hogy 10 ujját megnyalja utána mindenki. Tévhit azt gondolni, hogy ami egészséges, diétás vagy egyes allergénektől mentes, az biztosan csak íztelen lehet és elveszi az étkezés örömét. A Papsajt étterem és kávéházban ön is megismerkedhet a házias ízeken túl egy új, különleges ízvilággal, nemzetközi ételekkel, melyek egészséges konyhatechnológiai eljárásokkal készülnek. Sőt, az étterem segítségével könnyedén átállhat egy olyan étkezési szokásra, amely egészséges és amitől hosszú távon is jól érzi magát. Az étteremben, menürendszerben cukor, glutén, tejmentes ételeket készítenek, amelyeket bátran és bizalommal fogyaszthat mindenféle kellemetlen kísérő tünet nélkül az arra érzékeny vendég. Két hetente megújuló étlapon tradicionális ételeket is kínálnak. Papsajt étterem és kávéház 5000 Szolnok, Szapári út 3. 2012. március 27-én ünnepélyes keretek között is átadásra került az étterem, és az első vendégek megismerkedhettek a különleges ételekkel. Néhány szóval szeretnék arról beszélni, hogy miért nyitottunk mi most ebben az időszakban éttermet, és miért pont ilyen éttermet. Hát nagyon röviden, mert hosszú a történetem, én mindig fogyókúrázni szoktam, és mindenféle diétákat kipróbáltam, és ahogy így keresgéltem a diéták között, sok helyen ezeket a táplálék allergiás ételeket is megtaláltam, és én nekem a végső löketet, Szajorban, mivel mindenki ismer engem, hogy a Godó Panzióból származom, minden évben a Lisztérzékeny Egyesület tartja az évvégi karácsonyi ünnepségét már évek óta, és az utolsó löketet mostani karácsonyi ünnepségen adta a pusztai Nóri filmje. A lisztérzékenységről készítette ő a diplomamunkáját, és ez nekem nagyon megtetszett, és akkor azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Természetesen én kicsibe szagolva gondolkoztam, ezt elmondtam Mariettának, és ő neki ez nagyon tetszett ez az ötlet, és akkor így összeálltunk, és megnyitottuk ezt az éttermet. Az étteremnek az a lényege, hogy a normál kaják mellett menürendszerben főzünk lisztérzékenyeknek, laktózérzékenyeknek, cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak, vegetáriánusoknak és paleo diétát folytatóknak is menürendszerbe kiszállítással. Amellett alakartos éttermünkben vannak a normál ételek, azt mindig szeretnénk friss árukból és mindig az évszaknak megfelelő összeválogatni, két hetente változik az alakartunk, mert ugye számunk kérték rajtunk azt, hogy mi van a szajoli töltött káposztával és a pacal pörköltel, és mondtam, hogy természetesen ez is lesz. Úgyhogy rövid történetünk ez. Hát én úgy gondolom, hogy meg kell mindent kóstolni. Most próbáltuk úgy összeállítani az ételeket, hogy mindegyikhez odaértük, hogy ki fogyaszthatja. Tehát nyugodtan, aki nem lisztérzékeny, vagy nem teljesen allergiás, az is nyugodtan kóstolja meg mindent, mert nagyon finom. Nagyon jó érzés itt lenni. Külön köszönetet szeretnék mondani azért két férfinek is ebben a csapatmunkában, akik segítettek nekünk ezt létrehozni, és
kérem a türelmüket, mert nagyon sok türelem lesz szükségünk, mert nagyon sokat itt fogunk lenni, és remélem, hogy azért ők is majd örömét lelik abban, hogy látják, hogy mi tudjuk ezt csinálni, és amit bevállaltunk a szívvel, lélekkel, meg tudjuk valósítani. És most megkérném a polgármester urat, hogy néhány szóval nyissa meg ezt a kis éttermet. Köszönöm a lehetőséget, elmondom a történetét, hogy kerültem. Kutyát sétáltattam és a szomszéd azt mondja, utánam szaladt, hogy polgármester úr, mi lenne, hogyha a papsajt éttermet megnyitná. Most sem tudtam, hogy a papsajt étterem hol van. A szomszéd azt is csak néhány hónapja költözött oda. De aztán, amit elmondta, hogy a Godó panzióból én biztos ismerem az anyukáját, apukáját, aztán rájöttem, hogy tényleg így van, hogy ez valóban onnan induló program. Én azt gondolom, hogy köszönet azért, hogy itt ebben a térségében a városnak ez az étterem megnyílik. Biztos sokan tudja, hogy itt egy pizzéria volt, és ez a pizzéria különböző családi okok miatt mondjuk úgy, hogy abba hagyta a működését, a többit nem mondom, mert az ennyire tartozik. De hiányzott innen azt gondolom, hogy ebből az épületből is, és ez a funkció is, amiről most tetszett beszélni, hogy visszajön ide a város ezen részére egy ilyen lehetőség. Azt hiszem, hogy jó helyet tetszettek választani, hiszen ez egy újonnan épült része a városnak, a híddal, a térrel, a Tiszaparttal, és hogyha nem is a visztérzékenyek, de egészen biztos, hogy sokan mások ide fognak jönni. A paleolit, vagy nem tudom milyen délen, én nem tudom pontosan, de szerintem biztos, hogy sok. Sok hölgy van, de biztosan tudják pontosan, hogy miről van szó. Egy biztos, hogy részére tetszenek válni a nyárnak, a jó időnek, a tavasznak, a koronősznek, hiszen itt rengeteg rendezvény, szokott lenni lesz. Biztos vagyok benne, hogy az itt egy kitelepülő különféle lehetőségek ennek az étteremnek is majd feladata kell, hogy legyen, hogy megtöltsék élettel a teret és ezt a részét itt a városnak. Én csak azt tudom mondani, hogy ha bármi van, tessenek jönni, és beszéljük meg, hogy miben tudunk segíteni, mi az, amiben egy város hozzá tud tenni ahhoz, hogy itt a város ezen része tényleg nagyon komoly szolgáltatást tudjon adni. Azt nem tudom pontosan ezt önöknek kell mérni, hogy a vásárlóerő elég ahhoz, hogy megéljen az étterem, megéljenek az éttermek szólnak városában, de bízunk abban, hogy egyre jobb lesz, egyre kevésbé a problémák jelentik majd az életünket, és az emberek, akik egyébként tényleg megszerették ezt a részét a városnak, egészen biztos, hogy meg tudják tartani ezt az életet is. Rajtunk nem fog múlni, tessenek szólni, és rendezvényeket, programokat, delegációkat irányítunk majd ide az étterem felé, és megkóstoltatjuk velük a paleo diétát. Biztos, hogy ott fog menni. Kívánok a sikeresen! Köszönjük szépen! Pedig akkor jó étvágyat kívánnánk az állapotja, és egy testvérzőt szépen! Egész nehéz világban vagyunk, de mi egy olyan éttermet szeretnénk nyitni, hogy az emberek foglalkozzanak az egészségükkel, költsenek az egészségükre inkább, mint a gyógyszerre, ugyanis mi egy olyan éttermet nyitottunk, ahol a táplálékallergiásoknak főzünk, lisztérzékenyek, laktózérzékenyeknek, vegetáriánusoknak, cukorbetegeknek, emellett a fitness menüt és a paleo menüt is készítjük, tehát aki másként étkezik, mint a normál étkezés, úgymond, azoknak szeretnénk menürendszerbe, kiszállítással, és természetesen az étterembe is ilyen ételeket, aki ilyen betegségben szenved. Illetve hát ez nem is betegség tulajdonképpen, én úgy mondom, mert ezzel együtt kell élni ezzel a dologgal, és ezeknek szeretnénk főzni, és én úgy gondolom, hogy erre igény van a mai világban is. Milyen ételek szerepelnek az étlapon? Hát az étlapon a legkülönfélébb ételek vannak, és minden ételt próbálunk úgy elkészíteni, hogy mindenki tudjon belőle enni. Húsos ételek, sok salátát szeretnénk, mindig az aktuális zöldségeket, gyümölcsöket szeretnénk az aktuális menünkbe és az alakartos éttermünkben is alakarton szolgálni. Az árakról mit lehet elárulni? Hát az áraink, azok próbálunk alkalmazkodni a szolnoki árakhoz a normál étkeztetésben. Mindenki tudja, aki más módon étkezik, aki lisztérzékeny, vagy tejérzékeny, tejcukorérzékeny, vegetáriánus, egy picit drágább, de ez is egy 10-15%-kal drágább, mint a normál étkezés, de ezt
akik ezt fogyasszák, ezek az emberek ezt tudják. A déli órákban lesz-e menü, vagy csak étlapról lehet ebédelni? Menü lesz. A menüt kiszállításra is vállaljuk, és étlapról is lehet étkezni természetesen. 11 órától vagyunk nyitva, és hát a nyári időszakban gondolom, hogy 9-10 óráig nyitva vagyunk. Egyelőre még csak ezt tudjuk, mert majd ahogy kialakul, de szombaton is főzünk menüt, és úgyhogy szombaton is várjuk szeretettel a vendégeket. Nagyon jó pincészetek borait fogjuk szolgálni, de ezt gondolom nem lehet mondani, hogy ki lesz házbora. Különleges pálinkánk lesz, amit Szolnokon nem árulnak, tehát olyan pálinka házat kerestünk meg. Amellett mi az italokat, az ételek mellé, tehát az üdítőket, ezt nem a szénsavas üdítőket, hanem házi bioszörpöket fogunk, egy nagybörzsönyi cégnek a szörpeit fogjuk árulni. Emellett árulunk hortobágyi sajtokat, hortobágyi házi szalámikat, ezt bárki bejöhet, és akkor megvásárolhatja, van egy ilyen kis shopszerűség. Még mellette készítek megrendelésre a paleolit menühöz kenyereket, muffinokat, és természetesen a sütemények is mind elkészülnek ezzel az allergén kivonásával a termékekből, tehát a süteményeket úgy is készítjük. És végszóként mi az, amit üzenne az éhes embereknek, ha fogalmazhatok így? Szeretettel várunk mindenkit, próbáljanak meg minket. Most van egy ilyen akciónk, hogyha valaki megkóstolja az egyik ételünket, akkor a desszertre a vendégünk lesz.